Igen, de ne izgulj! Jaj! És bedobta! Jó, ez már csúnya lett volna. Igen, ez kicsit nem. És most mi van akkor, hogyha most bedobom? Akkor all inclusive... Így van. NFL meccsnézés nálad? Így van. Áll az alku. Várjál, de nem. Úgy hallottam, hogy apuka lettél. Hadd gratuláljak itt személyesen is neked. Köszönöm szépen, én is gratulálok neked személyesen. Fiad van, nem? Ja, nem. Nekem kislányom van. Tudom. Na és milyen? Milyen érzés azért neked most már így azért most már három éve? Nem van tapok, figyelj, tudod mekkora? Embertelen. Pont ma reggel vettem ki az ágyából, és óriási egyszerűen 7 hónap alatt akkorát nőtt, hogy szerintem amúgy is a korához képest nagy baba. De tehát nagynak is született egyébként? Nem, egyébként 56 centi volt és 3400 gramm. És a tiétek? 61 centi. Azt a teremburát, a kislány. És úristen, hol a vége a gyereknek kb. Akkora volt. Ki az apja inkább, azt kérdezem. Hát figyelj, nem tudom még. Szerelem? Figyelj, tehát az első pillanat. Tehát nem tudom, te hogy voltál veled? Hát, én. Hogy volt nektek, természetes út vagy? Nekünk természetes úton volt, de hát nálam eléggé... Bent voltál? Kalamajkás volt, hogy odaérjek a szülésre, maradjunk ilyennyivel. Én a világban is voltam Dániában, és... Tényleg, neked úgy is volt. Hát éppen beestem a szülőszobába, tehát 7 óra 45-re értem Budapestre, nem is pontosabban a kórházba, és 8 óra 13-kor szóltam. Megvártak. És milyen volt, amikor először megláttad? Figyelj, fantasztikus volt. De látok, természetes volt? Az volt a terv, de végül nem tudtuk, úgy, hogy császár. Én nem tudom, hogy van a császár, nem tudom, hogy van. Van ez az aranyóra, amit úgy hívnak, hogy megszületik a baba, és ott hagynak minket hármasban a szobában. Ugye a anyuka mellkasán a gyerek, hát figyelj, az örökké tartott volna, az egy óra, az fantasztikus volt. De viszont meglátjuk a fiunkat is. Igen, jön egy tekintet, egy mosoly. Hát annyira, hát még ahogy sír, azon is röhögök. Hát annyira cuki. Mi van, mi a nagy fájdalmad, mi baj az? Így csorbul az ekkora szem. És akkor berakod a cumi, és hát megzaválom. Nagyon jó, de és szerintem pont ez lesz a legnehezebb, tehát ez a apuka szerep, hogy szerintem később is így lesz. Hát persze, hát... Amikor majd elkezd így rossz lenni, és akkor tudod majd nevelni kéne, de közben amúgy belül így beszélsz a nevetést, hogy miket csinál. Én mindig mondtam, hogy hazahoz egy osztályfőnek figyelmeztetett. Tisztelt szülő, Lékai Noé beszélgetett az órán a pattársával, ezért osztályfőnek figyel. Fú, hát és ezért lesz így, hát figyelj, hát leszidom, de utána úgy fog röhögni, igen, mint az állat. És ez az, van élete a gyerek. Ja. Aki előbb bedobja innen, gyerünk! Hoppá! Parti! Nagyon jó! Oké. Hát... Szállás is van? Van. Az is, ott alszom. Király.